Nyírő József Most már jöhetsz, Jézuska! Idefen a setét havasok között Minden esztendőben valami baj van A karácsonyi szent ünnepekkel. Ezeknek a szegény együgyő pásztorembereknek, Égett szegény favágóknak, Kik esztendők óta itt vágják a fát Valami brassai zsidóknak, Ha haragszik szent felsége, Hanem semmi letteképpen Nem lehet úgy megülni a szent ünnepeket, ahogy az írás parancsolja: Éjféli Misével, Betlehemmel, Pappal, Tömjénnel, Orgonaszóval, Deák nyelven, gyönyörűséges evangéliumokkal. Ami nem lehet, hát nem lehet. Eleget erőltették, de nincs mód benne, no. Egyik esztendőben hárman négyen szinte az életük árán vágtak át a melligérő havon, Jégen farkasok nyála freccsent az arcukba, minden veszedelemmel megküzdöttek, s csak amikor beérkeztek a faluba, akkor derült ki, hogy kerek négy nappal azelőtt megvolt a karácsony, s ők hiába jártak. Elvétették az időszámítást, ami nem is igen lehet csodálkozni. Eleget ette a méreg, hogy ebben az esztendőben egy faláska Jézus sem kaptak, még ki is kacagták a faluban. Másik esztendőben a kormos bikával akartak utat törni a rengeteg hóban, de a vihar ott nyomta az úton, s alig tudának meghúzódni előle a csalavágó patak szakadékában. A drága bika is szinte ott pusztult, hogy az embereket ne is említsük. Lehetetlen az Úristen sem kívánhat szegényektől. Hogy mégis egészen el ne a múlt esztendőben ide fenn a havason magok csináltak Betlehemet, még tán is, mint azt a zsidó ország béli. Ott volt a külik, abban egész csorda ember elfér. Tágas, nagy térhely. Faragtak jászlat, abba Jézuska képibe beletették a mihók trézsi kicsi fiát, ki már ugyan két hónapos volt, de hát én istenem, a havason a biblia is nehezebb, mint falun vagy városon. Néhány marhát, juhokat is tereltek a jászol köré, hogy reája lehőjenek, amint írva vagyon, és szépen ki is világították szurkos kalánnal, hogy úgy ragyogott a barlang, mintha maga a mennyország volna, s aztán szépen elimádkozgattak mellette. Szavamot ne feledjem, a vén üdő Marci bácsi volt a Szent József, a többi hivatal úgy úgyis pásztor volt. Mindenképpen szépséges dolog volt, no. Az idén erről sem lehetett szó, mert a trézsi fiacskáját elvitte a torokgyík. Szent Józsefnek való volt, mert Üdön Márton bácsi is meghódt az ősz az Isten nyugosztalja. Megvalva az igazat, kedvese volt igen senkinek az ünnephez, mert a brassai zsidók tönkrementek, a favágás abba maradt, s az emberek széjjel mentek. Össze-vissza három pásztorember maradt a szálláson a csedő úr szolgája, idős Márton Feri vénlegény, s ülkei Ádám, kinek a múlt héten hót volt meg a felesége. Esett szerencsétlen emberek, mind a hárman keserűek, morcosak, mint az álmából idő előtt felköltött medve. Enszők ágában sem volt nagy dolgot csinálni a kicsi Jézus születésiből. Legalább Isten igazában kialszom magamat mondotta a csedő úrszolgája, mikor szó volt nála, hogy az idén miként rendezzék az innapot. Márton Feri legény kártyázni szeretett volna a szentestén, de se kártyájuk, se pénzük nem volt hozzá. Őkei Ádám még mindig haragudott a jóistenre, hogy elvette a feleségét. Egy szalmaszálat se szándékozott tovább tenni az érdekeiben. Kicsit bosszút is akart állani szentfelségén, hogy őket ilyen szomorú sorba taszította, vagy ha nem is taszította, de ki se emelte belőle. Keményen tartották magukat. Nem, s nem. Pogánykodtak. Az ünnep szombatjára viradó éjjel történt azonban valami. Történt azonban valami, ami az ülkei Ádám számítását kissé megzavarta. Ádám, kinek a kaibája legszéltől volt, késő este dühös kiáltozásokat, spuska lövéseket hallott. Bizonyosan az urak vadásznak, azt gondolta, s többet nem is törődött az egészszel. Éppen lefekvéshez készülődött, mikor megrezegtették a kaiba ajtaját. – Ki az? – bődült az ajtó felé Ádám. – Ha Istent üsmersz, ereszbé! bé! – felel valaki odaküln. Őkei Ádám odacammogott az ajtóhoz, és elvette a támasztókarót. – Te vagy-e, Feri? – Azt hitte, hogy Márton Feri, a vénlegény, ki unalmában jött hozzá, hogy együtt verjék az üdőt, de szinte sóbálványjá változott, mikor meglátta, hogy egy véres ember tántorog be a kaibába, s rémülten az suttogja. csel minden világot! Szent kereszt legyen velünk, hiszen ez Péter a gyilkos. Hőkölt hátra Ádám, sírtelen kirántotta a tűzből, s a hóba hányta a világító fahasábokat. Tán nem szoktél meg a tömlöcből, Péter? Én biza meg, hebegi a gyilkos, kit nyolc esztendőre ítéltek, mert féltékenységből megölte a feleségét. Ugyan biza, hol volt a szép eszed? Feddette Ádám, de a gyilkos rá sem hallgatott, hanem kimerülten, borzasztó szemekkel rámerett az ajtóra. Zárd bé, rejts el valahová, mert jönnek. Kik jönnek? Ütközött meg Ádám. A csendőrök. Tepej lábánál meglőttek. Meglőttek? – Meg. – Eltaláltak? – El. – Hol? – Itt, a lapockám alatt. – Azért vagy véres? – Azért. – Az elég baj! – tekergette fejét ülkei Ádám, de eszébe se jutott, hogy a sebet megnéze, kimossa, bekösse. A meglőtt ember sem mondta. – A nyomodon mindjárt itt lesznek! – ijesztette Ádám. – Igen, de esik a hó! – kacagott a gyilkos. – Kereshetnek! – Akkor nincs baj, – könnyebbült meg ülkei Ádám. – Fűtőzzél, – bíztatta a másikat. – Nem fázom, – kuporgott Péter a tüzecske mellett. – Nem ennél valamit? – kérdezte később Ádám. – Nem vagyok éhes, – rázta a fejét a gyilkos. Az idő telt, a szél kívül bogni kezdett, s a hó omlott az égből. Ülkei Ádám kihallgatózott, s elmosolyodott. Most már nem jön senki, az ördög se találna ide ebben az időben? A gyilkos is örvendett. Ott az ágyam, lefekhetsz, bíztatta Ádám. Nyugodt ki magadat. Nem alhatnám, válaszolt Péter. A te dolgod, bont vállat Ádám. Nézte a gyilkos ruháján a fekete vérmocskot. Mit gondolsz, megmaradsz, vagy megmorálsz? Nekem végem, válaszolt egykedően a gyilkos. Csóflövés volt, tekergette a fejét Ádám. Csóf, ismerte el a gyilkos is. Ülkei Ádám meghányta vetette magában a dolgokat, de sehogy sem tudott zöldágra vergődni a gondolataival. Végül is kitalálta, hogy minyomja a lelkét. Az Istennek se értem a dolgodat, Péter. Minek a tűzlángjánál nem tudtál ott ülni, ahol voltál, a jó meleg tömlöcben, ahol minden kényelmed megvolt? Minek kellett kifutnod a bajba, nyomorúságba? A gyilkos arcát hirtelen fényverte át. Forró volt a szava is, mikor bevallotta. A gyermekem miatt. Van fél esztendeje, hogy semmi hírt nem kaptam felőle. Aztán itt van a szent karácsony is. Rám jött, hogy csináljak néki kicsi karácsonyfát, jászolkát, Jézuskát, és együtt énekelgessünk el mellette kicsi harisnya es kéne neki. Csizmácska a térre, gónyácska, jó meleg kurticska, hiszen nincs senki, ki gondoskodjék róla. Hát ezért enyült meg őkei Ádám. Ezért. Őkei Ádám nézte a tüzet, s azt mondta keményen. Jól tetted, Péter, hogy megléptél. Reggel bémegyek a faluba, s kihozom a fiadat. Ugye, dénöskének hívják. Annak, hebegte boldogan a gyilkos, és elszédült a tűz mellett. Aztán legyen, ami lesz, motyogta a tűznek, mert az ilyen félvad erdei emberek a tűzzel beszélgetni szoktak. Dőljünk le legalább fertájórára, bíztatta ülkei Ádám. Eltölt az idő, nyugodjunk valamit. A gyilkos engedelmesen nyúlt el a földön. Ádám is elszenderedett. Egyszer csak hallja, hogy a gyilkos szólítja. – Te, Ádám, hallod-e? – Mi a baj? – riad fel Ádám. – Mi a fenének nem alszol? – Nekem mennem kell. – Így a gyilkos. – Hova a szemed világába akarsz menni ilyenkor? – ásított álmosan Ádám. – Én a más világra. Ülkei Ádámnak kiszökött az álma a szemiből. – Te megbolondultál? – ilyet meg, de a tűzvilágánál minnyát látta, hogy a gyilkos igazat beszél. Égtelen nagyok, forrók voltak a szemei, a színe sárga, mocskos, teste félig hideg, kezelába reszket, a vére lassan szivárok bele a tűzbe. Újra megindult a sebem, mondotta a gyilkos bocsánat kérőleg. Be kellett volna, hogy kössük, szitta magát ülkei Ádám. Kinek jutott eszibe? A gyilkos legyintett, hogy késő. Méges, hiába lövetém meg magamot, panaszkodott. Mégsem láthatám a leginkét. Eléggé restellem a dolgot, mentegetőzött Ádám. Ha legalább fél napig tartóztatni tudnád a halált, még megjárom a falut. Három óra oda, három óra vissza kell ebben az időben. Már ne verd miatta mi a fejedet, morgott bánatosan a gyilkos. Úgy késő, én méges, megpróbálom, szökött fel Ádám. Péter leintette. Egyet se, hanem egyebet mondok. Te jó voltál hozzám, Ádám. Helyet adtál. Elrejtettél a csendőrök elől. Szó sem érdemel, szerénkedett Ádám. A gyilkos lázas szemekkel felnézett ülkei Ádámra, s szinte nyersen mondotta. Te azt tudod-e, hogy ezer pengő van kitűzve a fejemre? Szép pénz, esmerte el Ádám. Ez az ezőrpengő, legyen a tiéd, Ádám, hagyatkozott a gyilkos. Te kinek gondolsz engem, csattant fel Ádám. Ne járjon a szájad, torkolta le a gyilkos. Szólsz a jegyző úrnak, s mindjárt kifizeti. Őkei Ádám tiltakozni akart, de már nem volt kivel veszekedni, mert a gyilkos hirtelen hanyat dőlt, s elkezdett torkaszakadtából énekelni. Azt fújta, hogy csordapásztorok, midőn Betlehemben, csordát őrizének, éjjel a mezőben, éjjel a mezőben. Ölkei Ádám tisztelettel lekapta a sapkáját, s úgy hallgatta, hogy a gyilkos hogyan ünnepli a karácsonyt. Ének közben felkiáltott. Dénöske, Dénöske, lelkem fiam. Hát mégis találkozott vele mondotta Ádám a meghatódottságtól sűrűre törődött homlokkal. Méges haza segítette az Isten, nem hala meg anélkül. Továbbat együtt örvendett a gyilkossal, kinek a tömlöcben lenyírt feje verejtékben fürdött, száján folydogált a vére, de azért kacagott, borzasztóan tátott fekete szájjal kiáltozott. Né, milyen szép kicsi csizma, dénöske, kicsi harisnya, nem fázol meg a télen bennük. Várj, mert behívom az édesanyádat es. Mári te! Mári! Ülkei Ádám borzongott. Az asszonyt kiáltja, kit ő gyilkolt meg. A gyilkos önkívületében tovább játszotta a karácsonyt, még utolsó szavai belebugyborékoltak a száján előtörő vérbe, s egyszerre utolsót rógott a tűz mellett. Eh, meghala, Bakarta a fejét ülkei Ádám, csendesen ülve a holttest mellett, sokáig gondolkodott. Mit fondált ki, mit nem? Egyszerre csak feláll, a katonaládája fenekéről kivesz egy ökörfejére való láncot, odalép a halotthoz, s jó keményen összeköti vele a halott dermet kezeit. Édni, mondotta a setéten, s öltözködni kezdett. A bondát fölöltötte, fogta a fejszét, a ház ajtaját bekócsolta, s mire már útban volt a falu felé. Délfelé járt az idő, mikor megérkezett a községházára, és haptákba vágta magát a jegyző előtt. Jelentem aláson, a gyilkos Pétert, ki megszögött a tömlöcből, az éjszaka sebesülten egymagam elfogtam, megkötöztem, s most kérem a fejére kitűzött ezőrpengőt. A jegyző tisztességes ember volt, megondorodott a vérdé utáni mohóságtól. Szégyelhetné magát, ráér még megkapni azt a pénzt. Nekem most kell, csak a nyösködött ülkei Ádám. Miért olyan sürgős? kérdezte kedvtelenül a jegyző. Nekem azért, remegett a hangja a félvadembernek, mert ma van karácsony este, s én azt a pénzt a Péter árvájának szántam dénöskének. Szeretnék rajta kicsi csizmát venni, kicsi harisnyát, jó meleg posztó báránybőr sapkát, hogy meg ne fázzék a télen. Legalább annyi öröme legyen szegény árvának. Az a pénz úgyis a gyermeket illeti. Az apja az életével fizetett érte. Legalább az a pár krajcár maradjon utána. Senkinek nagyobb jusson nem lehet hozzá, mint annak az ártatlan gyermeknek. Legalább neki legyen karácsonya ebben a cudarvilágban. Nincs igazam, tekintetes jegyző úr. Még a jegyző reszkető kézzel a penna után nyúlt, hogy intézkedjék, a vadpásztor szálfa egyenesen, büszkén körülnézett az irodában, hadd lám, van-e valaki, aki azt meri mondani, hogy neki nincs igaza. Mikor a pénzt megkapta, s estére el is intézte, amit akart, hóna alászorította a csizmácskákat, kicsi harisnyát, kurticskát, és büszkén felszólott az égbe. Most már jöhetsz, Jézuska!